Ha esetleg nem vettétek volna eddig észre, akkor fokszav is lettem, így 28 éves koromra, és mivel ez egy nem egy egyszerű fogszabályzós történet, hogy mondjuk keszekuszán álltak a fogaim, és ezért kellett a fogszabályzó, így arra gondoltam, hogy megosztom veletek, már csak azért is, hát ha valakinek ez segítség lehet. Amúgy meg menő, én azért választottam a fémet is amúgy, mert ha már fenn van, úgy is látszik, és amilyen színű ételeket, meg sékeket én szoktam enni, az átlátszott tuti befogta volna, egy hét után olyan sárga lett volna szerintem, hogy azt hiszik, hogy soha életemben nem mostan fogat, úgyhogy ez vagány, vagi. Sajnos elég szomorúan kezdődik a sztori, ugyanis két fogamat elvesztettem. Az egyiket 2015 környékén, a másikat pedig akkor, amikor a Félix-el voltam várandós. Ugye erről egyszer már korábban beszéltem, nem is akarom túragozni, de a két hátsó rágó fogamról van szó lent. És a jobb oldali fogamnál igazából az volt a probléma, hogy nem vették észre időben azt, hogy a fog gyökérrel van a probléma, és ott van a gyulladás, ugye ez a szokásos, először csak be kellett tömni, aztán gyökérkezelni, és utána hosszú évekig nagyon fájt a fogam, erről amúgy csináltam is már videót, úgyhogy belinkelem ide, és nagyon fájt a fogam, illetve hát ugye kezdett már ráhúzódni végig az arcomra, a fejem, fülemmel, minden létező dolog itt ezen a területen fájt, és rengeteg orvosnál, fogorvosnál jártam, és az a lényeg, hogy nem vették észre, hogy a fogam a ludas ebben az egészben, úgyhogy már aztán gennyes lett alatta az íny, meg hát ez egy elég durva történet, úgyhogy aztán végül úgy jöttek rá, hogy egy fogorvos tanhallgató sráccal beszélgettem, akivel nem randíztam, csak majdnem. Ha már így fogolvassam a hallgatói, gondoltam, bedobom a témát, hogy amúgy nekem is fáj az arcom, és nem tudnak rájönni, hogy mitől, már arcideg zsábának gondolják, de nekem elég specifikusan itt innen ered, és hogy nekem nagyon gyanús, és elküldtem neki egy panoráma röntgenem, és ő aztán bevitte az iskolába, ahol megnézte a professzor, és ott rájöttek arra, hogy hol van a kutya elásva, úgyhogy ott tényleg a foggal van a probléma, úgyhogy továbbítottak egy megfelelő rendelőbe, egy megfelelő szakemberhez, és ott eltávolították a fogamat. Ott már akkor mondták, hogy mivel se bölcsesség fogam, és nem is lesz, mivel hiányzik lent az ínyben is a csont, tehát nem, nincs. Tehát, hogy ezen az oldalon ugye akkor már így nincs úgymond nagy rágófogam, azt majd idővel pótolni kell, jó van, oké, jó, majd pótoljuk. És aztán, amikor terhes lettem a Félix-el, ugye olyankor romlandóbbak a fogak, tehát érzékenyebbek, és nagyon oda kell rá figyelni. És így történt, hogy itt bal oldalon a másik rágó fogamat is sajnos elveszítettem, nem pusztán azért, mert terhes lettem, ennek is volt egy előzménye, ez is már egy tömött fog volt, és szerintem régi is volt a tömés, illetve nekem van egy olyan gyanúm, hogy egyszer voltam fogkőleszedésen, és ott mintha egy picit így megtörték volna, ott valami hirtelen nagyon fájt, és ott még ez a mechanikus rendszer volt, tehát hogy tényleg így kaparták, úgyhogy nekem az ott nagyon gyanús, és lehet, hogy ott megrepett, és aztán ott is lett egy ilyen dolog, hogy már nem volt elég a gyökérkezelés, hanem sajnos azt a fogat is el kellett távolítani, és ugye ez 2018-ban volt, most pedig 22-t írunk, tehát 4 éven volt arra, hogy igazából implantáljam a fogakat, ezt én nem tettem meg különböző okok miatt. Na most, mivel nekem nem volt, és még ugye mindig nincsen hátulrágó fogam, ezért a felső rágófogak, amiből eleve egyel több van, mint lent, mert ugye nem lesz bölcsességfogam, vagy nem tudom, tehát fent egyel több, tehát megvan a 7-es is. Igen, lent meg ugye csak a 6-osig. Úgyhogy ez eleve fura, már akkor mondták, hogy picit meg van süllyedve, mivel nincsen alsó támasztása, ugye nem tudott kölcsönhatásba lépni, így azok a fogak ugye alkalmazkodnak a szájban, minden tud mozogni, megsüllyedtek. És így történt az, hogy mire eljutottam dr. Márton Alpárhoz, aki majd implantálni fogja az én kettő
kiesett fogamat, egyelőre maradjunk annál a kettőnél, és ha kell, akkor legyen 2-2-4, de soha életemben nem volt annyi fogam, tehát 1-1 első körben. Mire eljutottam hozzá, ő mondta, hogy nem elég, hogy ott olyan szinten megereszkedtek hátul a fogak, ugye abban a mélyedésbe, hogy egyszerűen nem fér be az implantátum, de hogy kialakult egy amúgy is mély harapásra, egy még durvább mély harapás, úgyhogy konkrétan életében nem látott meg ilyen mély harapást, ezt aztán sok fogorvos megerősítette, hogy ez esetem extrém, szokás szerint, és hogy ezt vagy műtéti korrekcióval lehet helyrehozni, vagy pedig, ami sokkal nehezebb, ugye ez a fogszabályozás, amivel is megpróbálják a mély harapást szépen a helyére tenni, illetve a felső fogokat visszahúzni a megfelelő állásba. Így történt, hogy dr. Márton Alpár megadta a telefonszámát dr. Szegedi Leventének, aki fogszabályzós orvos, de nem úgy fogszabályzós, tehát fogszabályzó orvos, kiégtem. Ő merte bevállalni azt, hogy ezt megpróbálja fogszabályzóval orvosolni műtét nélkül. Nyilván ő is elmondta, hogy van a műtét, de az azért nem egy egyszerű sztori, úgyhogy nyilván, ha fogszabályzóval lehet, akkor azt választanám, és első körben, amiről nem csináltam eddig úgy videót külön, meg nem kapott akkora hangsúlyt, de beszéltem már róla korábban, kaptam egy szájpadívet. Ez a szájpadív a hátsó kettő fogamra, tehát a fenti, úristen, tehát a fenti fogsor két utolsó előtti fogára egy-egy gyűrűvel volt rá helyezve, középen ugye a szájpad ív, és kettő ilyen kis kar tartotta a leghátsó fogakat, tehát így mind a kettőt tudta igazából mozgatni, a felső inyembe pedig ide a csontba egy-egy mini csavart fúrtak, és ez úgy néz ki, hogy a szájpadívet föltették, a mini csavart befúrták, és így szépen gumik segítségével hozzáigazították a fogakat, így szépen fel tudták körülbelül 4 hónap alatt megfelelő helyére húzni a fogaimat. Most azért van szükség szájpadívre, mert hogyha csak szimplán elkezdenék külön-külön felhúzni, akkor a fog az így mozdult volna, ezért kell középen egyfajta biztosíték, hogy egyszerre felmenjen. Igazából ennyi a sztori, a szájpadívám az először katasztrofálisan rossz volt, ahhoz a fogszabályzó semmi, de ha hiszitek, hanem tényleg 3 nap alatt igazából mindenhez hozzászokik az ember. Szája oda bent, bármilyen vasat is tesznek bele, idézőjelesen vasat. Igaz, hogy akkor mentünk nyaralni Horvátországba, és én úgy öltem az autóba, hogy a Félix pelenkáját nyálkendőnek használtam, sírtam, rosszul voltam, kivoltam, ugyanis ez a szájpadív nem hagyta, ugye, hogy a nyelvem az a szájpadlásomhoz érjen is, amikor egyébként pihenünk és nem beszélünk, majd ezt figyeld meg, akkor a nyelved a szájpadlásodon pihen, nem lent, hanem fent. És emiatt egy picit bedurrantak a nyirokcsomóim, mert hogy nagyon törte ugye a nyelvem ott az a cucc, úgyhogy hát ez nem volt egyszerű menet az elején, de tényleg 5 napot nagyon legvégső esetben adsz magadnak, beveszed a gyógyszert, sok nyálkendő, és ez utána így elmúlik, és tényleg megtanulsz vele beszélni, pedig először azt gondolod, hogy te már soha többet nem fogsz tudni beszélni. Na a lényeg, hogy levették ezt a szájpadívet, és végre felkerült a fogszabályzóm egyelőre csak ide a fenti ívre, tehát a felső fogsoromra. Nem merem. Hogy pedig nézel ki? Majd még egy kicsit. Tök jó! Nekem ez tetszik. A mini implantot, amikor behelyezték, akkor egyébként vártunk vele, azt hiszem, hogy 1 hónapot. Mire megkaptam a szájpadívet, ugye azzal a kettővel együtt 4 hónapot, és most megint ez a 3-6 hónapos várás következik a felső fogszabályzóval, amikor meg fogom kapni a teljeset. Ez alatt azt értem, hogy ugye az alsót is felteszik, és megindulnak a nagyobb mozgatások, ugye gumizások és a többi. Egyelőre bent hagyták még a mini implantokat is, hiszen még mindig nincs ugye beimplantálva lent a fog, tehát ha véletlen megint elkezdene az a két felső kettő-kettő fog lesüllyedni, akkor ezt vissza tudják húzni. De ez azt jelenti, hogy hát nem az, hogy a finishben vagyunk, mert hogy most jön az igazán nagy mozgatás, illetve még az implantálásnak se híre, se hamva, körülbelül még szerintem 1 év,
De hogy az alap problémának úgy a második szakaszába érkeztünk, én valahogy így gondolom, maga a fogszabályzó az kiskutya füle a szájpadhoz, szájpadívhez képest, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen jó kezekbe kerültem dr. Márton Alpárhoz és dr. Szegedi Leventéhez, mert iszonyatosan profik, és a Szegedi Levente például külön tervezett nekem ilyen kis szerkezetet a számba, ezt a szájpadíves megoldást. Először másképp képzelte el, hogy majd a szájpadba fogja fúrni a csavarokat. Örülök, hogy végül nem így lett, hanem ide két oldalra kaptam. Kicsit zavaró nyilván, mert érzem, hogy kiáll, de hogy mindig ad rá nekem ilyen kis gombócokat, mint a fogtömés, és akkor azzal szépen le tudja kerekíteni a végeket. Úgyhogy ha titeket is valami szúr, ezt csak úgy megsugom. Tehát akár mondjuk itt a drót vége, vagy bármi, úgy érzed, hogy ott rendszeresen szúr, akkor kérjél rá ilyen kis, nem tudom mi a neve, tömőanyagot, amit úgy hát szárítanak, megköttetnek azzal a kék lámpával, és akkor nem fog annyira szúrni, ezt most csak így elmondtam, megsugtam. Úgyhogy itt tart a történet, és ugye mindenki mondja, hogy de hát olyan szépek a fogai, szép sorban vannak, miért kellett? Hát ezért, hogy az én esetem az egy ilyen extrém eset. És a végére még hozzáfűzném, hogy most fent fáj az egyik fogam, ismét semmit nem találtak, minden rendben van vele, minden egészséges, az is egyébként már azt hiszem, hogy... Tehát akkor ezt a három fogamat tömték, no comment, reméljük, hogy azt nem fogom elveszíteni, de most azt gondolom, hogy jó kezekben vagyok, és ha bármi baj lenne esetleg, és nem a fogszabályozás miatt fáj, nyilván most azért elég durván mozgatva van, akkor szerintem meg fogják találni a problémát. Le is kopogom, még hány helyre. Úgyhogy csináljunk egy kérdezfeleleket, hogyha szeretnétek a Szegedi Leventéhez kérdéseket feltenni, ő a fogszabályzó orvos, de ha a Márton Alpárhoz lenne inkább kérdésetek, aki majd az implantálást fogja végezni, olyat is csinálhatunk. Úgyhogy ez itt egy szabad csatorna, kérdezzetek, és a legjobb tudásunk szerint megpróbálunk rá válaszolni. Nem tudom, hogy ez a videó mikor lesz, szerintem majd, hogyha felkerül az alsó fogszabályzó, majd akkor, de addig is várom a kérdéseteket, és így bíztatás gyanánt, ha leírtok kommentben pár sztorit, hogy ki miken van túl, akkor ez azért nekem is könnyebbség, hogy nem csak egyedül szenvedek a fogaimmal. Úgyhogy, ha ismersz ilyen hasonló extrém esetet, amit így kétlek, akkor nyugodtan küldd el ezt annak az ismerősödnek, innen is sok sikert és sok erőt kívánok, nem vagy egyedül. Ha pedig fogászatra mennétek, tényleg ajánlom a két doktorurat, fogszabályzáshoz ugye a Szegedi Leventét, bármilyen egyéb más problémával megkeresétek dr. Márton Alpárt. Én köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. Legközelebb talizunk! Puszi, sziasztok!